önkormányzatnak a Kulturkör klubja, ahol ma jazz foglalkozás van. Múltkor volt a klasszikus klub összejövetelünk, ahol a Váradi Jessica volt a Virtus Hegedű győztes, akire nagyon büszkék vagyunk, és nagyon sokat látogatja a klubunkban a foglalkozásokat. Ma a Mohácsi Benzinek a kis jazz triója és a Varga Balázs és a Lámpa János Dani. Ez a fővárosi roma nemzetiségnek, önkormányzatnak a székháza. Ezt a fővárostól kaptuk már egy önkormányzattól. Amikor élettem az elnök, akkor én nekem az első hozzászólásom az volt az első napon, hogy nincs pártpolitika, csak roma politika lehet, és építsünk egy olyan kulturális tevékenységet, amiben a fiatalokat, a csellengő fiatalokat, vagy nem csak a csellengő fiatalokat bevonjuk ide a házba, és csinálunk egy nyitott házat. Itt van a PRS, megjött a banda, a zenét a brigád elét rakja, most 14 van az első zenék, tennek az évek, de már forog a kerék. A fővárosi roma nemzetiségi önkormányzat kulturális, hagyományőrző tevékenységét önkéntesek segítik. Péntek esténként közösségi klub várja a romákat. Balog Tibor vezetésével előadásokat tartanak festészetről, képzőművészetről, valamint klubfoglalkozások keretében segítik a rap, a klasszikus, a hagyományos cigányzene, illetve a jazz fiatal tehetségeit. Nagyon tehetségek, nagyon komoly tehetségek látogatják a klubunkat. Ami ösztönzi is ugye a többi fiatal roma tehetséges kis növendékeket. Miben tudjuk a lehetőségeinkhez mérten, akkor támogatjuk is őket, és akkor megpróbáljuk azokat a tanárokat, vagy iskolákat, hogy olyan lehetőséget biztosítani, akik ahol a tehetségeket utána tudják jobban kibontakoztatni. Magyarországon élő romák megközelítőleg 5-10%, aki még beszél cigány nyelven, de több mint 90%-ának az anyanyelve az a magyar nyelv. Az én feladatom elsősorban a nyelvápolás, a roma nyelv ápolása, illetve annak tanítása, illetve egyre nagyobb igény merült fel, hogy angol nyelven is szeretnének többen tanulni, és ugye nekem ebben van tapasztalatom, gyakorlatom, úgyhogy az is gyakorlatilag folyamatban van. Én azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy mi romák közösségként működjünk együtt valamilyen módon, és hogy hogy ebben a közösségben valamilyen értéket bevinni, egy olyan értékátadási folyamatot beindítani, ami a romák között működik. Tehát romától roma kapja azt az értékátadást, generációról generációra elősegít egy fejlődést, azt mi magunk között kell elsősorban, hogy megtegyük. Köszönöm nektek, hogy mellettem vagytok, szóval ez a dal csak nektek, amit tőlem kaptok. Van Amerikában egy film, a Honey, egy hölgyről szól, aki tánccal hozza be a fiatal fekete srácokat, és azok a fiatal fekete srácok természetesen nem mindegyik, de nem egy jó tanuló, nem a jó tanulók közé tartoznak, de viszont a zene által elkezdenek a suliba is jobban teljesíteni. Tehát nekünk célunk. Nem azt mondom, hogy én csinálom ezt az egészet, hanem mi együtt csináljuk. És ez a kezdet, hogy most ennyien vagyunk. Egyébként most hiányoznak többen, akik nem tudtak jönni, de viszont hiszem, hogy egyre többen leszünk, és egyre nagyobb hangot tudunk magunknak adni. Egy szóval lehet ezt az egész klubot illetni, az a fészek. Itt össze tudunk gyűlni, egymással beszélgetni, azt csinálni, amit szeretünk zenélni. Meg talán mi azért is fészek, hogy itt tényleg ki tudunk bontakozni. És nem azért, mert verebek vagyunk. Nem, hanem azért, mert úgy fogunk innen kiszárnyalni. De sasok sem, mert Újpest szurkoló vagyunk. Úgy fogunk innen kiszárnyalni, hogy megkaptuk azokat a tanácsokat, amiket egyébként nem kaptunk volna meg. És így azért sokkal úgymond könnyebb, hogy tudunk felnézni például a báróra, aki segít nekünk. Én csak zenén akarok, hirdet testvéd, de manapság a tehetség már nem sok, és ti a barnába színed már indián a neved. Nekünk van egy szakközépiskolánk, fenntartásunk alatt,
és kértünk három új tantárgyat felvenni, pincér, szakács és csecsemőgondozó a lányoknak. És mai konferencián is azt mondtam, hogy ez magas szinten tudnánk ezt művelni, de ez kevés, hogy kiképezzük a gyerekeket, hanem munkát kéne mellé biztosítani. Ezek a programok, akkor volnának igazából ezek a felzárkóztatási programok, ha oktatás mellé párhuzamosan tudnánk adni munkát a gyerekeknek. Mi van akkor, 5 millió ember elvégzi az egyetemet, igaz? Semmi. Elvégezte, egy nagyon szép dolog. És aztán utána egyszer csak leépül, hogy elhagyja az országot, mert nincs munkája. Hát én meg azt nem szeretném, hogy a fiataljaink elhagyják az országot. Mi azért akármilyen vándor nép vagyunk, Magyarországon röghöz kötöttek vagyunk. Elmentek sokan, de nem annyian, amilyen számolták ezt, hogy majd el fogják hagyni a románk ezt az országot. Itt születtünk, mert szeressük, nekünk ez a hazánk. Üdvözlök mindenkit, a nevem Szarka Péter. Nem tagadom le, hogy roma a nemzetiségem. Büszkén felvállalom, hogy a bőröm színe barna. Ezért jó pár embered itt él manapság sajna. Kérdem én, hogy élek az embert egy kalap alá venni. Ha barna vagyok, még kell engem megkülönböztetni. Lenéznek az utcán, nem vesznek fel dolgozni, mert a fajtámat már a múltban elkezdték mocskolni. Van, aki lop meg csal, de az nem mindig a cigány. Nem roma emberben is van bőven egy kis hibány. Azt mondják, hogy a cigány csak bejár melegedni, meg hogy a családiból tudják a gyereket megetetni. Még hogy a romáknak nincsen semmi esze, nézd már meg a gitáron, hogy hogyan jár a keze. Igaz, hogy az eszénél nagyobb lett a füle, de a kettőnél még nagyobb, testvérem a szíve.